Az ünnepi hosszú hétvégén gyakorlatilag az egész ország útra kell. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak ki, legtöbben viszont autóba ülnek és az ország távolabbi részébe is elutaznak, hogy lerólják kegyeletüket. Fontos tudni, hogy emiatt ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára. A temetők környékén nagyon fontos, hogy az autóinkkal figyeljünk az ott közlekedő gyalogosokra, amikor esetlegesen a parkolóból való kiállás során tolatási manővert akarunk végrehajtani, mindig győződjünk meg arról, hogy mögöttünk gyalogos nem érkezik-e, esetleg vagy kerékpárral valaki nem halad el a hátunk mögött. Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik a türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképp kerülni kell. Ahogy az utakon való közlekedésben, úgy a temetők látogatásakor is érdemes pár hasznos tanácsot megfogadnunk. Nagyon fontos, amikor a sírkertekben sírjainkat gondozzuk, illetve megemlékezünk szeretteinkre, soha ne hagyjuk őrizetlenül táskáinkat a sírok mellett, vagy a sírokra helyezve. Emellett nagyon fontos, hogy az autókba, amikor leparkolunk velük, soha ne hagyjunk látható helyen értékeket, hiszen a bűnelkövetők akár egy darab kővel is kitörhetik az autónk üvegét, és kipakolhatják belőle az értékeket. Emellett az is nagyon fontos, hogy idős rokonainkat, hozzátartozóinkat kísérjük el a temetőbe, hiszen jobban tudunk vigyázni rájuk, ha mellettük vagyunk. Otthonainkat elhagyva pedig körültekintően zárjunk be minden ajtót és ablakot, kertesházak esetén a kaput is.